Köszöntöm a vonalban Végh Istvánt, egyenesen Ciprusról. Ugye arról fogunk beszélgetni, hogy a tavalyi évben a vezető biotechnológiai cégek jó nagy rallit mentek, 30%-ot tudtak emelkedni. Idén egy 20%-os további emelkedés után viszont volt egy mini krach. Mi ennek a folyamatnak a háttere és mire számítanak? Lesz-e még további emelkedés, érdemesebb beszállni az amerikai biotech cégekbe? Igen, a biotechnológiai szektor tavaly egy nagyon jó évet zárt. És az idei év is nagyon jól indult, 20%-ot emelkedtek pár héten belül a biotechnológiai részvények, és itt tulajdonképpen a február közepén, február második felében történt egy fordulat, amikor is egyrészt egy kicsit túlhevült a piac, ugye a kötvényvásárlás csökkentése, a hatása geopolitikai feszültségek miatt a befektetők egy kicsit visszahúzódtak, és hát tulajdonképpen aránylag nagy visszaesés, 20%-os visszaeséssel kitörölte az idei év nyereségét a szektor, viszont ha hosszabb időtávot nézzünk meg, akkor tulajdonképpen csak ezt egy korrekciónak lehet tekinteni, ahol egy nagyon jó belépési lehetőség lehet. Sokan mondják azt, hogy tartják azt, hogy már túlfűtött a biotechnológiai szektor, és nem biztos, hogy most ideális belépni. Ugye az árfolyam profit aránya a 12 hónapos előretekintésben ilyen 21% környékén van, míg az S&P ilyen 15-16% környékén. Igen, értékalapú befektető talán itt félne belépni, viszont a kilátások nagyon jók, nagyon erősek. A gyógyszergyártás szempontjából a biotechnológiai szektor nagyon fontos lehet, és nagyon nagy húzóerőt jelenthet a jövőben, mivel modern technológiákat használnak a tradicionális, régi gyógyszergyárakkal szemben, amelyek inkább a kémiai kísérletekre összpontosítanak. Itt adatbányászás, DNS vizsgálatok, kutatások azok, amik húzzák az iparágat. Rugalmasabbak és jobbak az eredmények, mivel jobbak a módszerek. Ugye a futurisztikus iparág élén a Biogen tavaly 35%-ot tudott erősödni. Számítanak arra, hogy tovább húzza idén a biotech szektort ez a papír? A Biogen tulajdonképpen azért nagyon jó kilátásokkal rendelkezik, mivel van néhány jó gyógyszere, például a szklerózis multiplex ellen gyógyszere, amely nagyon hatékony gyógyszer, továbbá az autoimmun betegségek kezelésére irányuló kutatásaik is nagyon ígéretesek. Ezért gondoljuk úgy, hogy ez a természetesen több oka is van, azért gondoljuk úgy, hogy ez a cég nagyon jól lehet idén, nagyon jól teljesíthet. Végh Istvánnak Ciprusról köszönjük a bejelentkezését és a megosztott információkat.